és hát nagy tisztelet, akkor megkérlek Irénkkel, légy szíves, vedd át és kell te mondani. Szép délután kívánok én is mindnyájunknak. Ez garantáltan meg lesz, mint ahogy Boros úr mondta, ugyanis ma egy nagyon sokoldalú, gazdag életutat bejárt, különleges ember, és kedves feleségét köszönhetjük körünkben. Nagyon jelzésszerűen beszélnék az ő életútjáról, az ő sokoldalúságáról, mert minden percet számokra tartogatunk. Köszöntöm dr. Molnár Gyulát, a biológust, az ornitológust, a természetfotóst, a természetvédőt és a zenészt. Köszöntöm társát, feleségét, kísérőjét, dr. Molnár Gyulát, egy zenetanár. Dr. Molnár Gyula biológia-kémia szakos tanár, az Egyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karának biológiai tanszékén tanított főiskolai adjunktusi beosztásban, ma címzetes egyetemi docens. Elmondása szerint 10 éves korában a madárvilágot és a zenét egyszerre szerette meg, a zene és a madarak szeretete egyenrangú az életében, mint ahogy tudjuk, és az előadásának is a címe, csodálatos cím, és ami tartalom majd mögötte van, zene a természetben, természet a zenében. Ugye ez is bizonyítja ezt az életutat. 10 éves kora óta tanult zenét, klarinéton és szaxofonon játszik, énekel is, zongorázni is tanult, 15 évesen már szórakoztató zenét játszik. Ugyancsak 15 éves korában megjelent egy jégmadárról készített fényképe a Természet Világa című folyóiratban, ez számtalan fotó, kiállítás, publikáció követte. Az Alföld természeti kincseit bemutató fotóalbuma csodálatos, 2010-ben az Én Alföldem címmel jelent meg. Természetfotózás terén sok képen jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban, könyvekben. Sok belföldi kiállítása volt, külföldre is meghívták a képeit, pályázatokon is több díjat nyert, fényképezés terén Szeged város alkotói díjasa. Természetvédelmi tevékenysége is jelentős, a természetvédelem alföldi lovagjának is nevezik, szenvedélyes természetvédő. Nevéhez fűződik 8 délalföldi terület védetté nyilvánításának javaslata, amelyek azóta nemzeti parkjaink részévé váltak, például a Pitvarosi és a Cserebökényi puszták, Maros északi hullámtér, Gátéri, Fehértó, Újszegedélig, stb. Részt vett a Kőrös Maros Nemzeti Park megalakításában. A Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztje kitüntetést kapott ezért a tevékenységért. Legalább 8 civil szervezet tagja, vezetőségi tagja, alapítója, 3 szegedi alapítvány kuratóriumi tagja. 1989-ben többekkel együtt ő alapította meg a Természetfotósok Szövetségét, a Naturartot. A Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület örökös tagja és a Csernel István emlékérem tulajdonosa. Tudományos tevékenysége, főleg az ornitológia, természetvédelem, környezetvédelem területére terjed ki. 21 tudományos, 83 népszerűsítőcikk írója, 8 esetben könyv lektora vagy fejezetírója, élővilág szakértőként 64 esetben hatástanulmányt készített. Külföldi konferenciák résztvevője, szervezője, szekció elnöke. Jelentős a társadalmi közéleti tevékenysége is. Évente legalább 30-50 vetített képes előadást tart Csongrád megyében a természet megszeretetése érdekében. És nagyon örülünk, hogy itt lehet ez ügyben is, nálunk is. 1964-ben 20 évesen megalakította saját zenekarát, a Molnár Dixieland Bandet, amely azóta is sikerre halmoz. Számos rádió, TV felvétel, több nagylemezük, CD-jük van. Több mint 50 alkalommal képviselték hazánkat vagy városunkat külföldi jazzfesztiválokon, amelyeken világhírű szólistákkal is felléptek. Zenekarának tagjaival számos fesztivál szervezője is, például a Dom Dixi Gáláért. A korábban említett kitüntetéseken kívül még elismerései. Környezetünkért nagy miniszteri kitüntetés, Emerton és Juhász Gyula díjas
előadó művész, zenekarával is Emerton díjas, Salgó Tarján város Prouve díjasa, zenekarával a Szegedért emlékérem és Szeged város aranyérmének kitüntetettje. Hallhatták, nem túloztam, amikor az ő gazdag életútjáról, sokoldalúságáról beszéltem. Hogy jött létre ez az előadás, hogy egy természetvédő, környezetvédő tanárnő, Sára Endréné Rőszkén állandóan jött nekem azzal, hogy én klarinéton, ha már ornitológus vagyok, klarinéton próbáljak meg madárhangokat utánozni, meg ilyen előadást valahogy tartani, hogy a madárhang, meg a zene, meg nem tudom én is. Mondtam, elhajtottam, hát egy fafúvós hangszerrel, hogy lehet, ugye még hogyha egy fuvolával még esetleg lehetne valamit kezdeni, de azon még nem tudok játszani. Pár lehet, hogy tudok, mert még nem próbáltam. Tehát, és akkor a lényeg az, hogy addig mondta ezt nekünk, míg aztán feleségemmel összedugtuk a fejünket, hogy mit lehet tényleg csinálni, és elindultunk ezen az úton, hogy a természet, ennek vannak törvényszerűségei, és vannak a zenének is törvényszerűségei. Ugye azt mondhatjuk, hogy a művészet összes ága, a festészet, a szobrászat, stb. És a zene az emberi agynak a legmagasabb rendű tevékenysége. Hogy az ember előtti korban már léteznek hangok a Földön. Mi sem növények nem léteztek, sem állatok, sem az ember, de az, hogy mennydörgés volt, villámlás volt, hegyomlások voltak a tengernek, a morajlása, stb. Mindenki elképzeli, hogy itt voltak hangok. De onnantól kezdve kezd érdekes lenni, hogy a hangok hogyan keletkeznek, tehát egy kis hangtan átismétlésére van szükség. A hangok ugye valamilyen hangkeltő anyag kell, ami rezgésbe jön egy mechanikai erő hatására, tehát mindenképpen energia szükséges hozzá. Szükség van egy vezető közegre, igaz, hogy itt csak a levegő és a víz van felsorolva, de ez lehet például a talaj is, mert gondoljunk csak a talajban élő állatokra, mondjuk egy földi kutya, az órának az üreg falán történő dobolásával tartja a kapcsolatot a többi társával. És hát szükség van egy hangot fölfogó élőlénynek a különleges érzékszervére, amit hallásnak nevezünk, ugye, amely tulajdonképpen a primitív, egyszerű élőlényekben, tehát még sejtűekben nem nagyon alakult ki, de onnantól kezdve a hangra minden élőlény próbál valamilyen módon reagálni, hiszen a maga a hang egy kitűnő kommunikációs rendszer. Na most, mi különbözteti meg a zenei és a nem zenei hangokat, ez a kérdés? Ugye, ha leütünk egy tollat például, vagy összetörik egy üveg, mert véletlenül leütöttük, az biztos, hogy zörejnek számít, de vannak hangok, amiket mégis nem zörejnek meg zajnak, hanem nem tulajdonképpen zenei hangnak fogunk fel, és ennek az a lényege, hogy a zenei hangokban a rezgések tulajdonképpen periódikus jellegűek, és alig hallható felhangok jellemzik a zenei hangokat. Feleségem meg fogja mutatni, hogy leírt egy C hangot. Most ez azért zenei hang, mert a C-nek a felhangjai is megszólalnak, nem csak a zongorán, hanem bármilyen hangszeren. A felhangok azok, amelyik az alaphang, a megütött hangnak a kvintje, a terce és a kis szeptimje megjelenik. Ő most lefogta ezt a négy hangot, tehát az alaphangot, a kvintet, a tercet és a kis szeptimet. Tehát ha ilyet hallunk, akkor az biztos, hogy zenei hang, mert a zenei hangokat, ha időben egymás után rakjuk, ami tulajdonképpen a ritmus maga, és ugye tudjuk, hogy a ritmust valamikor az ősi népeknek a dobolása mindenféle üreges fatönkökön végezték, azt vezette be. Ha ezt mostan zenei hangokat egymás után valamilyen ritmusban, valamilyen időközönként rakjuk, akkor az már zenének lehet nevezni. Tehát a ritmus és a zenei hangok összefüggenek méghozzá az időbeli egymás utánok sem szerint.
után, mint mondtam, a fizika kémia törvényszereit szabályos formában őriztek meg az élő szervezetek, ezt szimmetriának nevezzük. Ugye gondoljuk, ha egy emberi testet ugye ketté vágunk, akkor durván, ha a szívünket nem nézzük, akkor durván egy szimmetriába helyezhető az emberi test is. Na most az életfunkcióban is a hangok világa megjelenik. Miért? Például a sejtosztódás azonos időpontokban, teljesen mindegy, hogy milyen baktériumról vagy más élőlényről beszélünk, az azonos időben oszlódik, és már akkor egy ritmust felfedeztünk. A szervecskéknek a lüktetése, vagy a légzésnek a ritmusa, az is ugye bizonyos időközönként következik be. Most nyilvánvaló, hogy különböző fajok különböző képen reagálnak a hangokra, és hát a legjobban az állatoknál tudjuk ezt elsősorban prezentálni. A szaporodást szolgálják például a pároknak az egymásra találását, a terület kijelölést, a territórium tartást, az állati hangok, az egyedeknek a kapcsolat tartását elősegítik, tehát ahogy egy csapat madár például egymással kommunikál, ugyanolyan hangokkal biztosítják egymást, hogyha most a napokban a darvakra célzok, amit mindenki hallott itt, mert a köd a legnagyobb ellenségük is itt kavarogtak Szeged között, azok féltek is, azért is hangalatták a hangokat, de azért is, hogy egymás közeléből ne távolodjanak el, tehát a kapcsolatot tartották egymással is. A táplálékforrást is jelezhetnek, mondjuk egy cinege csapat, a túléléshez szükséges, és a közeledő ellenséget riasztó hangokkal jelzik. Az igazság az, a tudomány 90-ben ezt még nem fejtette meg. Tehát az emberi zene olyan fejlődött ki, ugye az ősembertől kezdődően napjainkig, ezt bizonyos ráfogják ugye a fajfenntartásra, a Szőke Péter, akire majd fogok még hivatkozni, az például egyenesen azt mondta, hogy a madarak éneke nyomán egy utánzás folytán lett a zene, a ritmus elmélet, hogy ritmikus mozgásokból, táncokból vezeti le, kifejezési elmélet, ami csecsemők, gőgicsélése, stb. Beszéddalma, ugye elmélet az emberi beszédnek a intonációja, hangsúlyozásából, stb. Az előbb említettem már a madarakat, mint ugye ornitológus lehet tanulmányozni a madarak hangját, azonban én ebben inkább csak interpretáló vagyok, tehát volt egy magyar tudós, aki világhírű lett egyébként, ez nagyon sok ilyen van, az itthon nem ismerik el, és Amerikában is mindenfelé járt a világba előadni, úgy hívták, hogy Szőke Péter. Ő azt csinálta, hogy a hang mikroszkópia jelenségével tanulmányozta a madarak énekét. Mit jelent ez? A hangokat fölvette különleges technikával, és utána a hangokat, madár hangokat lelassította. És tanulmányozta azt, hogy ez a madár, ami az emberi fülnek vajon nagyon szépen hangzik, vajon lelassítva hogyan fog szólni. És kiderült, hogy minden dolog előfordul. Az is, hogy az emberi fül csodálatosnak hallja, az is előfordul, hogy csodálatosnak hallja, de lelassítva egy kutyaugatás, vagy nem tudom mi, ez egy abszolút zörej, és fordítva. Tehát egy csikorgásnak halljuk, de ugyanakkor lelassítva fantasztikus pentaton zene jön belőle. Tudni kell, hogy ez a pentaton dolog nem csak magyar népdal sajátosság, hanem főleg az amerikai indiánok, az indiaiak és a kínai zenéjében, szóval az egész világon szinte előfordul. A mezei pacsirtát, aminek állítólag Zsuzsánna napkor szólal meg ugye február vége felé, és márciusban már énekel, és ezzel az énekkel próbál párt szerezni, mert ugye a hímek énekelnek elsősorban. A mező lehet egy másik hangot is hallgassunk meg, amelyik gyönyörű, szép, a széncinege egyszerű éneke. Hangok. Zenei hang közök hallatszanak. Még jobban lelassítva. Itt a fütyülnék, ugye? Vele fütyülnék.
fütyültem együtt. Tehát zenei hang, kérem szépen, holott csak egy egyszerű kis zenei évnek. Csak kétszeresére, négyszeresére, stb. Egészen szokták 64-szeres, 128-szorra is lelassítani, és mit lehet hallani a madár zenéből egyáltalán. Azonban hiába próbálkozunk ezzel, mert a legszebb hangok, legszebb hangúnak mondott fülemű lénynek is az énekét, ugye tulajdonképpen, hogyha meghallgatjuk, egy csodálatos ének, most ezt igazán nem tudom, hogy csak lassítva van itt, vagy pedig az eredeti hang is itt van, szerintem itt van. Igen. Tehát a fülemű lének az a különlegessége, ugye benne a bokrokba énekel, és tulajdonképpen a párja ül, a földre rakja a fészkét, és barna színek a tojásai, tehát beleolvad a környezetbe. Én találtam már fülemüle fészket, de több órába került, meg ornitológus barátaimmal, mire megtaláltuk. Tehát neki lételeme az az evolúció során, hogy elbújtassa a fészkét, és a párja, a tojó ott ül a fészken, és ugye sokan kérdezik, hogy miért énekel a fülemüle. Hát kérem szépen azért, hogy a párját szórakoztassa, hogy te csak üljél ott és költsd ki a fiókánkat, mert ugye ketten vettünk részt a dologban. Tehát nincs a fülemülének tévéje, ezért aztán a férje szórakoztatja. És na de nézzük meg, hogyha a fülemüle, ami olyan gyönyörűen hangzik, még egyet elárulok róla, az Újszegedi Ligetben vagy akárhol, hogy megszólal ez április vége felé, tessenek figyelni, strófákat énekel, és minden strófa másképp kezdődik, másképp rakja össze az apró kis strófáitból, egyébként magyarul improvizál. Tehát kezdve meg lehet találni az improvizációt, a rögtönzést az állatvilágban is, nevezetesen épp a madaraknál. De most hallgassuk meg, hogyha lelassítjuk, akkor mi történik? Csak ott ér, ezek nem zené. Hol? Tessék csak a... Hát egy baboly is megéri gyereknek. Aki szarka ezt a csörgést. És nem halljuk, hát mi fülünk nem tudja ezt igazából. Ez egy másik ének. Gyönyörű. Megint lelassítva. Na fantasztikus, tehát lehetne ezt folytatni, de ugyanez az eredmény jönne ki. És kérem szépen, ha tovább megyünk, akkor a következő példánk pedig, ami fantasztikus, mert a kanadai remeterigó, a Szőke Péter, ugye Kanadából kaptam hangot, és kísérletezett vele, és ez az, ami csak egy csikorgásnak hallatszik, és egyébként az hím énekének nem csak az a lényege, hogy szórakoztassa a párját, ezt én majdnem tréfásan mondtam, de ez is, hanem a területét, a territóriumát védje, tehát más hímektől, nem arra rokától, meg nem tudom, hogy mi, hanem más hímek ne jöjjenek oda, azért mert azon a területen akarja ő a majd a megtalált rovarokkal, stb. Fölnevelni a fiókáit. És tulajdonképpen nagyon fontos lesz ez a momentum, mert az összes énekes madár úgy az énekével, és azt is tudjuk, hogy a nagymacskák például hogyan jelzik a területüket, ki tudja? A vizeletükkel, így van. Na most, akkor nézzük ezt a lassítást, ami fantasztikus eredményt hozott. Ennyi az ének. Ez egy kis nyikorgás. Ez most lassítva. Még lassítva. Aki szondigálni tud, hallja, hogy pentaton gyönyörű dallamok szólnak. Csinálta Szőke Péter, hogy elénekeltette ezeket a hangokat egy opera énekesek. Itt halljuk.
és utána visszagyorsították az emberi hangot, ezt a lassított emberi hangot, az eredetire fölgyorsították. És mi lett, hogy tudták kipróbálni, hogy ez most jó lesz, nem jó? Visszavitték. Közben ugye lehet hallani, hogy fokozatosan gyorsítják föl a opera énekest. Visszavitték a Reventerigónak, visszajátszották, és azonnal ott termett egy hír, és azt hitte, hogy most valaki be akar tolni, a Magnóra lett mérges, ugye tulajdonképpen ez történt. Tehát magyarul bemutatták azt, hogy az emberi hang is, hogyha fölgyorsítjuk az ő, a madaraknak teljesen más az agya, kérem szépen a hallásuk, az fantasztikus, tehát az milyennél sokkal gyorsabban működik, és akkor ez már sokszoros, még egyszer, és akkor a legvégén egy csikorgást fogunk hallani, az az emberi hangnak az ugyanolyan. Ez még mindig nem az. És most? Ennyi. Tehát az aranymetszést lehet tanulmányozni, ugye ezt tudatos fotósok azt csinálják. Azért szaladtam ki az előbb, hogy a kínai érzémet behozzam. Ezt a mutatást, a sáska szeme, ugye az aranymetszésben van egy képen, ugye ami a fényképezőgépen kettő a három arányban van a kockája, azon négy darab aranymetszési pont van. Egy, kettő, három és négy. És itt a bal felső aranymetszésben jelenik meg a kép. Itt az aranymetszésben tulajdonképpen a tanyának a sarka van. És itt pedig a besütő nap, amely a hajnali ködben besüt az ártéren, Tisza ártéről van szó. Itt van a méhecske, amely szorgalmasan gyűjt, ez is ugye az aranymetszés szabályai szerint lett fényképezve. Maga a lepke, ugye, ahol van a bal felső aranymetszésben, a cigáncsuk, vagy más néven csaláncsúcs, ez is a bal felső aranymetszésben. Ugye itt pedig egy másik szabályszerűséget látunk, az úgynevezett átlós képszerkesztést. Tehát nem csak az aranymetszés van, hanem vannak különböző szabályok, amiket ugye most én tanítok épp a főiskolán, még OK és fotós képzésben, hál' Istennek még elhívnak. És akkor ezeket ugye itt is a nap, amelyik a kép különlegessége az, amellett, hogy itt aranymetszésben van, hogy úgynevezett melléknap van, ez is egy nagyon ritka jelenség, meteorológusok szokták ezt nagyon szeretni. Maga a lepke, ugye ez egy fecskefarkú lepke, a bal alsó aranymetszésben van, maga a nap van, egy jobb felső aranymetszésben, a szegedi Fehértavon, ugye sivárcsapat vonul a víz felett. Itt a bal felsőben van, ugye szintén a Fehértavon készített naplemente. Itt maga a jégbe fagyott csigaház van a jobb felső aranymetszésben. Itt a kékvércse, ugye a lemenő nap előtt van a jobb felső aranymetszésben. Itt is a cincérnek a csápjára fölmászó hangyáról van szó, ahogy elcsattintottam a gépet, utána leesetben nem tudott a vékony csápon tovább menni, úgyhogy nagy szerencsém volt ezzel. Itt is a lénynek, ugye a feje az aranymetszésben van. Itt tulajdonképpen azt gondolja valaki, hogy rá lehet fogni, de nem. Mert az útnak a vége, ugye vannak vonalak, amik vezetik a szemet, ez a sárga vonal is vezeti, oda vezeti, és maga az út is oda vezeti. Tehát itt van a jobb alsó aranymetszéspont. Itt pedig az úgynevezett harmadolási szabályt. Tehát vagy a horizontot a felső kétharmadba, vagy pedig az alsó kétharmadba, vagy egyharmadba, bocsánat, rakjuk a horizontot, ez is egy nyugalmi állapotot jelent. A kis őszapónak a szeme szintén az aranymetszésben van, az őzikének a szeme úgy szintén a bal felsőbe, a pipacs a nap előtt a jobb felső aranymetszésbe, ugye, és tulajdonképpen a harmadolási szabály az a maga a víznek a felszíne, a Tiszaparton ugye az van az alsó egyharmadban, ez nem aranymetszés,
És ugye itt is a törpegép, ahogy belecsap a vízbe, és hát a Jürge család, az anya Jürgének a szeme van az aranymetszésben, és a kis Vörösbegynek a szeme szintén az aranymetszésben. Tehát körülbelül ennek csak ugye az a poénja, hogy amikor az ember fotókat csinál, akkor már mindjárt tudatosan szerkeszti a képet, és hát ennél többet nem szerettük volna mondani, és örülünk neki, hogy egy kicsit a hosszúra is nyúlt, de azért sokat lehetett tanulni az előadásban, és nagyon köszönöm az éneklést, külön és a figyelmüket, az, hogy nem egy iskolában voltunk már, csak sajnos azok nem ilyen türelmesek, mint a nyugdíjasok. Köszönöm még egyszer, jó egészséget kívánok!